tényleg úgy boxoltak, hogy én így a folyamatosan itt van előttem a 4 napnak a dokumentáció, és a folyamatosan jegyzeteltem, ahol sokszor felkiáltó jellel és nagy betűkkel, hogy jó versenyző, ezeket így magamnak ugye jegyezgettem, és ugye ez így képben marad majd. A klubokról mit lehet tudni, akik részt vesznek ezen a versenyen, illetve a döntőbe jutottak? Hát vegyes, sok klub nincs itt, sok olyan klub itt van, aki meglepetés, és majdnem, hogy van egy-két olyan klub, akik majdnem minden versenyzőkkel bejutottak az elődöntő döntőbe. Tehát lehet látni a kluboknak, az edzőinek a munkáját, hogy nem csak egy kimagasló versenyző van, hanem mondjuk 3-4, akkor az már valamit jelent, hogy az edző esetleg jól dolgozik. Na nézzük, itt van az első mérkőzés, 39 kg-ban, Sirhoki Robert, elnézést a nyelvbotlásért, illetve Balog László. Két debreceni verseny, hogy hazai csata, hát kíváncsi leszek, hogy már ideig nagyon sokan boxoltak egymásra a debreceniek, és leboxolták keményen becsülettel, úgyhogy most is úgy láttam, hogy rögtön kinyílt a pofonzsák, és osztják is egymást. Debrecen ökölvívásban is küzdősport Fellegvár? Igen. Mindig is az volt, és most ugye Salánki László vezetésével nagyon jó kezekben van, és rengeteg versenyzőjük van. Képen látható fiatalokat láttad korábban esetleg boxolni valahol? Láttam őket, hát ezen a versenyen, nem, sajnos nincs sok verseny Magyarországon, ilyen pofonpartikon kívül ilyen többnapos versenyek, ez a kevés van. Úgyhogy ővelük itt találkoztam, de a előző napoknak a alapján, tehát ügyes, tehetséges, jó versenyzők. Hát igazi vérmes küzdelmet láthatunk jelen pillanatban is. Hát a függetlenül, hogy ugye, ez, ahogy el is mondta, gyakorlatilag egy klubból mondhatni, hogy akkor ez egy presztízs küzdelem. Hát igen, nem tudom, hogy indította őket a Laciba most ezen a mérkőzésre, de nagyon keményen támad Balog Laci, és megint megüti, és másodszor is döntő fejére is léptette Ajtai Péter. Úgyhogy megvan az első magyar bajnokunk, Sirhoki Robert Debrecenből. Hát gratulálunk neki, ez egy gyors győzelem volt. Megyünk tovább a 40 kg-osok közé. Vári Tamás és Tóbiás Dávid következik. Amíg beszólítják őket a ringbe, illetve kihirdetik, illetve átadják az érmeket. Egy edző ilyenkor ezt hogy oldja meg, hogyha két versenyzője van a ringben? Hát ahogy látjuk most itt a piros sarokban a szegedi edző Gál László, a kék sarokban pedig a bajaiak edzője